Üdvözlök mindenkit! Ez itt egy Premiere Pro CS6-tal foglalkozó tutorial sorozat kezdete, első része. És ez az első rész így a nagyon-nagyon-nagyon kezdőknek szól. De hát ez tényleg most itt azokra vonatkozik, akik először rakták fel ezt a programot, vagy még fel sem rakták, csak kutakodnak, vagy valami. De hát ez full kezdőknek. Nos, ez most egy sorozat lesz, de hát nem csak kezdő szinten, de ezzel fogom nyilván kezdeni, hogy aki először találja szembe magát a Premiere-vel, az így folyamatosan meg tudjon tanulni különböző dolgokat. Na, itt elsősorban onnan mutatom, hogy elindítottuk a Premiere Pro-t. De hát nyilván felrakjuk, meg beszerezzük a programot, ezzel én most nem is foglalkozom, hogy ezt milyen módon, hogyan csináljátok meg. Lényeg, megvan a program, és elindítottuk, és így ez a kép fogad minket elsőként. Na, kezdetben csak úgy tudunk hozzáférni bármihez, hát nem tudunk csinálni semmit, amíg nem indítunk egy új projektet, vagy meg nem nyitunk egy már meglévőt, vagy pedig segítséget tudunk kérni, illetve ki tudunk lépni a programból. Értelemszerűen kezdünk egy új projektet, és egy ilyen ablak fog fogadni minket, ahol az első alapvető dolgokat tudjuk beállítani. Például haladjunk sorban, itt vagyunk egy ilyen general fülön, itt vannak a nagyon alapvető beállítások. Elsősorban azt, hogy a videónak a renderelését nem magát, amit majd ki fogunk renderelni, hanem szerkesztés közben, ami a valós idejű renderelést fogja végezni, az miként történjen, mi által. Alapjáraton ez a beállítás szokott lenni, a Mercury Playback Engine Software Only. Ez processzort használ, de hát ez szoftveres gyorsítás. Bármilyen gépen működik, egymagos gépen is, szerintem még Pentium 1-esnél is működik, de hát akármivel, lényeg, hogy processzor legyen a gépedben, az pedig nyilván van. Ha esetleg van olyan hardverünk, ami alkalmas átvenni ezt a valós idejű renderelési folyamatot, akkor ezt itt be tudjuk állítani, ez általában egy grafikai kártya szokott lenni. Persze, ami tudja a CUDA-t, de hát mindenképpen Nvidia kártyának kell lennie. Újabb GTX szériás kártyák egész szépen megfelelnek, mint mondjuk az én 780-asom. Régebbiek annyira nem effektívek, de igazából a legjobb az, hogyha van egy Quadronk. Quadro 4000-es, vagy pedig 6000-es, igazából a 6000-es a legcélszerűbb erre a feladatra. De ha nincs ilyenünk, hanem van, mit tudom én, egy GTX 680-unk, vagy egy 780-unk, az is meg fogja tenni. De hát ebben az esetben választjuk ki azt, hogy maga a grafikai kártya rendereljen, mert sokkal, de sokkal jobb lesz az eredmény. De hát processzor annyira nem effektív, még akkor sem, hogyha 6 magunk van, meg amellett van még hyperthreading is, de hát az én 12 szálam kevesebbet tud, mint a videokártyám. Szóval itt ezt tudjuk elsősorban beállítani. Következő lépésben a kijelzésnek a formátumát tudjuk beállítani. Alapjáraton ez timecode-ban van, de hát idő alapú. Be tudunk kapcsolni itt még 16 és 35 mm-es filmet, ezt ne használjuk. Sőt, frémeket sem használjunk, frémeket akkor használunk, hogyha külön képkockánként fogunk összerakni egy képet stop motionnél, ezt mondjuk lehet használni, de alapjáraton szerintem itt mindenki videókkal fog dolgozni, egyszerű videókkal, úgyhogy az alapbeállításon érdemes hagyni. Ezt a kettőt, ezt pedig ezzel ne is foglalkozunk, soha a büdös életben nem fogjátok használni, nem is szeretném elmondani, hogy az mire jó, nem lesz rá szükségetek, ha csak nem filmstúdióban dolgoztok, de akkor ez a tutorial pedig nem fog nektek szólni, nyilvánvalóan úgy, hogy azt hagyjuk.
Alapjáraton videókat fogunk berakni, szerkeszteni, ezért hagyjuk időalapú kódoláson. Na, audio. Itt vagy ki tudjuk választani, hogy audio szempelenként mutassa majd, vagy pedig millisekundumonként. Hogy pontosan mi az, hogyha millisekundumonkra rakom, igazából nem tudom, mert az audio sample az alapbeállítás, és ez mindenhova megfelel. Tehát akármilyen szituációban, nem tudom, hogy mikor van szükség millisekundum alapra, fogalmam nincs. Tehát itt főként videókkal foglalkozunk, az szerintem abban az esetben szükséges, hogyha komolyabban ráhangolódunk az audio részére a dolognak, de hát nem tudom. Én még nem használtam, szerintem ti sem fogjátok. Audio samples tökéletes lesz mindenre, akármit csinálsz. Következő az a capture format, ami lehet DV vagy pedig HDV. Igazából túl nagy jelentősége nincs, mert későbbi beállítások mondhatni felül fogják írni ezt, de hát lényegtelen lesz, hogy hova van rakva. Rakhatjátok ide is, hagyhatjátok itt is. Én itt szoktam hagyni, de hát alapjáraton ez így nyílik meg, ahogy van, szóval nem is szoktam vele foglalkozni, és szerintem ti sem fogtok, nem befolyásol egyáltalán semmit. A következő dolog az pedig, hogy hova mentsen, mármint a project fájlait hova fogja tenni. Ez alapjáraton a dokumentumokon belül az Adobe-nak a mappájába, Premiere Pro-n belül a 6.0-ban helyezkedik el. Ez abszolút jó szerintem, ha csak nem akarod másik diszkre tenni, de szerintem nem befolyásol semmit, úgyhogy célszerű ott hagyni, ahol van. Az a biztos, mindig tudjuk, hogy hova fogja tenni. Itt pedig meg tudjuk adni a projektünknek a nevét. Ez lehet bármi, azt írtok be, amit szeretnétek. Mondjuk tutoriál. Van itt egy ilyen következő fül, hogy Scratch Discs. Na most. Ez abban az esetben érdekes igazából, mint láthatjátok, itt van olyan, hogy Captured Video, Captured Audio, hogyha szintén egy kicsit emeltebb szinten fogjuk használni, de hát nem arra vonatkozik, amikor csak behúzogatunk fájlokat és valamit csinálunk, illetve ez a Video Previews, ez már igen. Viszont ezzel nem kell foglalkozni. Alapértelmezetten beleszállítva minden, arra a diszkre és ugyanabban a mappában, ahova fel van telepítve, tehát itt ahova a fájlokat tárolja a dokumentumokban, hát ugyanoda, ahova menti a projektet, oda fogja ezeket az olyan fájlokat készíteni, ami így menet közben, használat közben, de hát különböző cache-eket, meg mit tudom én, ilyesmiket fog ide rakni, ezzel szintén nem kell nekünk foglalkozni. Hát teljesen felesleges ide egyáltalán eljönni, úgyhogy ez itt az első része a dolognak. Ha adtunk egy címet neki, egyszerűen leokézzük. Hát most ez már létezik, valamikor valamit lehet, hogy próbáltam, és az volt a neve, hogy tutoriál, mindegy, ezt most felül fogjuk írni. Na, itt hozhatunk létre egy sequence-t. Na most a sequence az egy olyan dolog, amiből többet is tudunk majd csinálni, de alapjáraton megint csak egyel fogunk dolgozni, szerintem a legtöbb esetben. Ez maga így a projekten belül az a, hát nem is tudom úgy igazából elmagyarázni, szóval ez az a felület, ahol mi dolgozni fogunk, és ez így magába foglal mindent. Minden beállítás hozzátartozik ehhez a sequencehez, hogy hány audio és videó sávunk lesz, de hát nyilván csinálhatunk többet, és egyszerre többet is editálhatunk. Úgyhogy ez lesz itt a mi kezelő felületünk. Ennek is itt adhatunk egy nevet. Általában én sequence 1-en szoktam hagyni, nem befolyásol semmit igazából. Most ez tutorial lesz. Itt ki tudunk választani néhány alap beállítást, előre elkészített dolgokat, szabvány szerint, PAL, meg NTRC, régi szarok. Tehát ez megint egy olyan dolog, hogy ezt itt nem tudom, ki a fene fogja használni ezeket az előre betáplált beállításokat, mert baromságok. Tehát itt ez nem tudom, hogy mi a fenének jó.
itt ír, van leírása is neki, hogy mit tudom én, 60 Hz-es Panasonic P2-es izével, kézi kamerával, vagy apát faszád, de hát érted? Szóval most ilyeneket, ezeket az előre beállított dolgokat egy abszolút nem érdemes használni, mert főleg amit itten felajánl alapból, egy ilyen pált, ezt mikor használtuk 30 évvel ezelőtt, de hát ezt felejtsük el. Nem kell itt ezzel foglalkozni egyáltalán. Átmegyünk a settingsre, és itt tudunk beállítani saját beállításokat. Ami fontos, hogyha itten valamit módosítunk, akkor többet ne jöjjünk ide-vissza. Mert akkor felül fogja írni, és defaultra állít itt erre az alap beállításra, fog ide visszatenni mindent. Itt tudjuk megadni azt, hogy milyen módot fogunk használni. Tehát lényegében ugye a szekvenszünknek milyen beállításai lesznek. Alapjáraton itt ugyanazok a hülyeségek vannak, ami itt is, úgyhogy mi kiválasszuk szépen a saját custom egyedi beállításainkat. És itt fogjuk megadni az, hogy ugye timecode-ot választottunk ki, hogy ez milyen alapon történjen, de hát hány képkocka per másodperc legyen az alap. Célszerű 30-at használni, persze ez annak függvénye, hogy milyen videót szeretnénk majd beimportálni. Nyilván, hogyha csak simán össze szeretnénk vágni egy videót, amit egy kamerával vettünk fel, ami 24 képkocka per másodperccel vesz fel, akkor ne 30-at használjuk, hanem 24-et, hiszen a videófájlok is mind 24-ek lesznek. Ha mondjuk játékot veszünk fel, vagy valami, azt minden bizonnyal 30 FPS-sel fogjuk megtenni, vagy esetleg 60-nal, viszont a 30-nak az egyik többszöröse a 60, de hát abszolút mindenféle módon tekintetben kompatibilis lesz, hogy úgy mondjam. Tehát, hogyha 60-nal felvettünk valamit, attól nem muszáj itten 60-nal csinálni az egészet, mehet simán 30-ra. Úgyis, ha mondjuk YouTube-ra töltetek fel valamit, tökre felesleges a 60. Igazából bármilyen videóhoz a 60, az abszolút felesleges. De hát célszerű minden esetben a 30-at választani. Abban az esetben, hogyha többféle videónk van, de hát mondjuk kamerás videókat csináltunk, és vagy össze szeretnénk vágni valamit, és van olyan videónk, ami 24-en lett felvéve, van olyan, ami 30-al, lett olyan, ami 60-nal, akkor szintén használjunk 30-at, nem lesz ebből semmi probléma. Itt a videó részben meg tudjuk adni a különböző adatait a magának a kép méretének, hogy milyen alapon legyen a képarány. Most ezt én általában ugye Full HD-t szoktam használni, be lehet írni akár mekkorát, hogy milyen legyen. Persze ez, hogy Full HD, ez az 1920x1080, ugye ezek a szokványos beállítások, ezek pixel alapúak. De hát itt is ki kell választanunk azt, hogy ez pixel alapú lesz, mert így kapjuk meg a 16:9 képarányunkat. Ugye itt kiválasztunk valamilyen, mit tudom én, hogy mi ez a HD anamorphic, anyád, ez 64, a 27, ez ne választunk ki semmilyet, pixel alapon fogunk dolgozni. Látjátok, itt egynek vesz mindent, itt 0,9, de hát nem szokványos dolgok. Szóval mindig ide kell tenni, és akkor tudjuk, hogy amit ide be fogunk írni, azt mindenki ismeri. Mekkora felbontással fogunk dolgozni, ezt szinte mindenhol így csinálják. Hát nem láttam még senkinél és sehol, hogy ezek közül bármit itt használt volna mást is. Ez a Fields, ez a videónak a beszkenneléséhez, analizálásához fog tartozni. Ezt hogyha mondjuk gépről veszünk fel valamit, de hát így mint én is actionnál, vagy valami, akkor ezt legajánlottam ide tenni, hogy progresszív módon szkenneljen. Tehát progresszív szkenre. Mert bugok lehetnek, hogyha upper field, meg lower field. Nem is tudom, hogy ez pontosan micsoda, csak így részben tudom, úgyhogy ezzel nem szeretnék nagyon foglalkozni. No fields, progressive scan, maradjon ez.
ide ajánlott rakni, ezzel működni fog minden, sehol nem lesz gond. Következő a megjelenítés formátuma. Itt hasonlóképpen, mint az elején ki tudtuk ugye választani, itt újra felajánlja ezt a választási lehetőséget, de hát itt is mondjuk be lehet rakni képkocka alapúra, de ezt ugye már megbeszéltük, hogy hagyjuk itten idő alapon. Következő az audio. Ezt itt az audio függvényében fogjuk beállítani, de hát hogy milyen hanganyagja lesz annak a videónak, vagy pedig zenének, amit be fogunk tenni. Túlságosan nem befolyásol semmit, de hát hogyha van nekünk egy csomó 48.000 Hz-es zenénk, és van köztük egy, ami 44.100-as, akkor nem fontos ezt használni, de hát használhatjuk a nagyobbat. Igazából, hogyha ide tesszük, és alacsonyabb herces zenéket teszünk be, audio anyagokat, akkor sem fog változni semmi. De hát ezt nyugodtan lehet hagyni 48.000 Hz-en. Itt pedig megint ki lehet választani, hogy audio sample legyen, vagy pedig millisekundumokban számolja ezt. Ugye szintén megbeszéltük, hogy audio sample-en fogjuk hagyni. Következő pedig a video previews. Ez pedig az, ami editálás közben itt látni fogunk majd videót. De hát pontosan azt, hogy mit is csinálunk. Itt be lehet állítani szintén ilyen alapbeállításokat, custom-et nem nagyon paromság, úgyhogy ezt Microsoft Avin érdemes hagyni, és itt sem változtatni semmit. Tehát nem hiszem, hogy nagyon befolyásolna bármit is, de ez szerintem tökéletes az alapvágáshoz, úgyhogy nem kell itt beállítani se 1080p-t, aztán itt módosítgatni, ez maradhat nyugodtan itt. Ezen a 24p Advanced-en, DV módba, de hát ezzel sem nagyon kell foglalkozni. Ezeket itt később is be tudjuk állítani. Rendereléskor, az pedig, hogy itt mit fogunk látni a kis képben, az pedig annyira nem lényeges, úgyhogy itt nem kell beállítani tulajdonképpen tovább semmit. Itt pedig el is tudjuk menteni ezt az alapbeállítást, és akkor később itt ki fogjuk tudni választani. Itt vannak a különböző trackek, sávok. Itt alapból meg tudjuk adni azt, hogy mondjuk hány videó és audio sáv legyen, ezek milyen, hány csatornás legyen. Hát itt is elég sok mindent be tudunk állítani. Alapból, amiket mi használunk, nyilván sztereóban fogjuk használni, de hát nem szükséges itt módosítani semmit, és később is tudni fogunk hozzáadni, vagy pedig törölni, amennyit csak szeretnénk. Úgyhogy erre is szerintem fölösleges itt rámenni, később majd úgy is eldől, hogyha esetleg nem kell valamelyik, vagy hozzá kell adni még, és akkor majd később tudjuk módosítani. Hát ennyi, itt ez az alap része, az OK gombbal el is készíti nekünk ezt a sequence-t, amit itt egyébként meg is találhatunk, de hát ez itt a mi sequence-ünk, amit itt jelöl. És szépen itt így beállítgatom, hogy nagyjából minden jól látható legyen. Na. Akkor elérkeztünk odáig, hogy megkapjuk ezt a sokkal konkrétabb felületet, amit már bizonyára láttatok nem is egyszer. Nálam is videókban, másoknál is videókban, úgyhogy ez szerintem nem új itt senkinek. Minden ablakot tudunk így minden irányba változtatni a méretét, alapjáraton, amik itt vannak. Ez egyébként most alapbeállítás. Hát, ha felteszitek natúran a programot, akkor ezek az ablakok lesznek itt. De erre mindjárt rátérünk, hogy ezeket hogyan lehet módosítani, arrébb rakni, és mit lehet ezekkel kezdeni. Na, szóval ezt úgy módosítjátok, ahogy nektek az megfelel. Célszerű mondjuk itt nagyjából akkorára csinálni, amekkora itt ez a preview kép. Nyilván felesleges így kihúzni, mert ettől nem lesz nagyobb, csak hogyha lefelé is húzzuk, és akkor meg lesz nagyítva. A számítógépünknek az ereje nem tudom mennyire befolyásolja azt, hogy mekkora ez a kép, de bizonyára ilyen kis képben jobban fog futni, mint így ekkorában, géptől függően. Nos, kezdjük itt szerintem ezzel a bal alsó kis ablakkal, ami így alapból tartalmazza a mi projektünket, ahova
be tudjuk majd húzogatni a különböző fájlokat. Továbbá itt van egy média browser, ahol tudunk itt szépen járkálni, és itt is meg tudjuk keresni a különböző fájlokat, aztán beimportálni innen. De mondjuk én ezt nem szoktam használni, de attól ez még itt van. Én csak mappából behúzom azt, ami kell, úgyhogy szerintem ez a legegyszerűbb módszer. Itt vannak az effektek, markerok és egy history. Alapjáraton ez a kettő fog itt nekünk elleni a legfőképpen. Hát más nem is hiszem, hogy valaki fog használni. Itt akkor megmutatom ezeket az alsó ikonokat is. Ezzel át tudjuk így változtatni. Hát elég nagyok, de hát hogyha mondjuk itt sok videó van, akkor az oké, hogy látjuk mindegyiknek a kis index képét, és hogyha húzogatjuk az egeret rajta, akkor tudunk beletekergetni úgy a videóban. Viszont hát igen, ezek elég nagyok, de hát nem nagyon lehet lekicsinyíteni. Ha sok van, akkor sokkal jobb, hogyha ebben a nézetben nézzük. Így is fel tudjuk nagyítani, de az hülyeség. Hát így a legkisebben van a legtöbb értelme, mert így látunk mindent, tudunk lefelé görgetni, sokkal áttekinthetőbb az egész. Van itt egy ilyen ikon, amivel tudunk csinálni valamilyen újat. Hát igen, elég sok mindent, ebben most nem fogok belemenni, hogy melyik micsoda, hiszen ez egy full kezdőknek videó, de csak bemutatom a különböző alap dolgokat, de hát hogy hogyan indítunk el így egy projektet, hogyan állítunk be dolgokat. Hát itt hozzá tudunk adni elég sok mindent, például egy új szekvenzt is, a szekvenzek pedig itt jelennek meg. Miénk ez az első, ez a tutoriál, ugye amit csináltunk, ez itt az első. És itt láthatjuk magát a videósávot, itt vannak a különböző alapszintű vágóeszközeink. Van ebből még több is, de amiket a legtöbben és a legsűrűbben használnak, és mindenképpen szükségesek, azok itt vannak nekünk. Ezeket majd később fogjuk átvenni sorban, hogy micsoda, egy másik videóban, ahol majd a vágást fogom bemutatni, és a különböző eszközöknek a használatát. Egyelőre még csak így a kezelő felületnél járunk. Na, hát ez itt a mi kis videósávunk, szépen itt tudunk haladni rajta. Ezzel a kis fülecskével tudjuk tekergetni a videót. Ezzel itt kijelölhetünk egy szakaszt. Ezt is mondjuk odahúzzuk, és akkor ez mágnesként tud rá reagálni. Kijelölünk egy kis szakaszt, és azzal mondjuk kezdünk valamit, vagy csak azt rendereljük le. Ezzel itt tudunk tekergetni. Itt látjátok a különböző időket, de hát ez itt van 30 másodpercnél. Ezzel, hogyha itt állítjuk, akkor vagy kisebbre vesszük a léptéket, és hát nagyobbra, vagy pedig kisebbre, egészen odáig, hogy képkockánként fogunk haladni. Hát látjátok, ez így már nagyon le van kicsinyítve. Valahogy úgy, hogy így valahogy szerintem a legoptimálisabb, hogyha valamit csinálunk. De függ persze attól is, hogy milyen hosszú a videónk, hány videósávunk van, szóval meg hogy éppen mit akarunk editálni, de hát ezt majd későbbiekben látni fogjátok, hogy ennek elég sok értelme van, hogy ezt majd így lehet mozgatni, és lehet állítgatni. Minden panelnak van egy ilyen kis fülecskéje, ahol a panelokat tudjuk módosítani, be tudunk állítani valamit, vagy pedig teljesen bezárjuk, kinagyítjuk, de hát ilyesmi. Akkor, itt ez mutatni fogja nekünk a izét, a hangot. Elsősorban a mastert, de hát bármilyen zene szól, összevegyítve itt mutatni fogja, ez milyen hangosan szól, és ki tudjuk szólóba rakni a jobb és a bal csatornát. Erre szerintem nem lesz szükségetek, de a lehetőség megvan. Nos, akkor van itt még fent a bal felső részen nekünk egy ilyen nagyobb ablak. Hát alapjáraton nagyobb nyilván, hogyha ti ezt mondjuk kisebbre veszitek, akkor kisebb lesz.
De alapvetően ez elég nagy szokott lenni. És itt ez az alap nagyon hasonlít erre, a preview képre. Úgyhogy itt berakunk egy videót, és arra kétszer ráklikkelünk, bár ez is majd későbbi videókhoz fog tartozni, akkor azt itt látni fogjuk, és nagy képernyőn is meg tudjuk nézni, le tudjuk játszani, megkereshetünk egy-egy részt, vagy valami, de hát itt tudjuk nézegetni a videókat. Következő lépésben pedig itt vannak a különböző effektek. Tehát, hogyha valamelyik hanganyagra, vagy pedig videóanyagra teszünk valamilyen jellegű effektet, azt itt nekünk mutatni fogja, itt meg tudjuk nyitni, és itt fogjuk tudni állítani az effektnek a különböző paramétereit. Tehát ez itt egy alap effektfül. Illetve van egy audio keverünk, ahol az alap audio csatornák nagyon alap beállításai láthatóak, illetve itt van a master, ami hát igazából alapvetően nullán szokott lenni, mert csak mínuszban lehet menni, fölfelé semmiképpen. Egyesével tudunk esetlegesen felmenni, vagy valami. Szóval ez itt az audio mixer, majd későbbi vágáskor látni fogjátok azt is, hogy ez pontosan hogyan működik, miket lehet itt beállítani. Szóval erre majd rátérünk később, viszont itt tudjátok, az alapvető dolgok az, hogy valaminek, valamelyik audio sávnak a hangját lejjebb vesszük, vagy feljebb. Illetve, hogyha hozzáadunk még néhány audio sávot, akkor azok itt lesznek láthatóak, és szépen így tudunk menni, és mindegyiket egyesével tudni fogjuk állítani. Szóval itt lesznek a mi audio sávjaink. Most kitöröltem mindent, csak egyet hagytam meg, úgyhogy most itten csak egy van. De mindjárt hozzáadunk még kettőt, hogy... Na... Hogy alap legyen így vissza. Itt pedig láthatjuk a meta adatokat, erre nagyon-nagyon később fogunk rátérni, hogy ez itt pontosan micsoda és mi értelme van, és kell-e nekünk nézni, kell-e vele foglalkozni időnként. Bármivel nagyon-nagyon sok információ lesz itt, úgyhogy ezt egyelőre hagyjuk, de van egy ilyen fülünk is itt. Ez itt pedig a videó preview. Ha itt valamit editálunk, bent van akár több sáv, vagy valami, itten ezt így rángatjuk, akkor itt fogjuk látni valós időben, ami történik. Esetlegesen, hogyha effektelünk, és megy közben a, amit most nem tudok elindítani, mert nincs itt semmi videó, és megy közben itt szépen a videónk, közben tudjuk állítgatni az effekteket, és az itt látható lesz. De hát mindent látunk, amit éppenséggel csinálunk. Itt is van néhány alapbeállítás, tudunk egészen az elejére menni, képkockánként menni, beletekerni. Szóval sok mindent tudunk itt is csinálni, erre is majd később fogunk rátérni. Itt pedig magának a preview képünknek a méretét tudjuk beállítani. Ha fiten van, akkor alkalmazkodik ehhez az ablakhoz. Ha mondjuk 100%-ra tesszük, akkor itt egy Full HD képet fogunk kapni, de hát látjátok, elég sokat tudok menni. Ezt mondjuk, hogyha nagyon precízen állítgatunk valamit a videón, rá akarunk közelíteni, akár 400%-on is lehet, és akkor jobban fogjuk tudni kezelni. Itt pedig azt, hogy mennyire renderelje le teljes méretben, fél méretben, negyed méretben, alapjáraton itt van teljes méretben. Nyilván, hogyha gyenge a gépünk, akkor ezt vehessük egy kicsit lejjebb is. Itt pedig alapbeállításokat tudunk megadni a preview-val kapcsolatosan, erre is majd később fogunk rátérni. Ami még így a kezelő felületet illeti, az pedig az, hogy itt van ez a window kis fülecske, ahol megadhatunk különböző ablakokat. Például adjunk meg egy infót, és akkor az az info mondjuk itt lesz. Megvan mindennek a helye, hogy az hova fog kerülni. Például, hogyha itt a
biztosan ott lesz a capture-t beadjuk, az mondjuk itt lesz alapjáraton, de ezeket a kis fülecskéket, amellett, hogy be tudjuk zárni, és majd innen később elő tudjuk hozni, akár ki is húzhatjuk mondjuk ide, és akkor ott lesznek, hát most ez pont egy olyan nem ilyen célra tervezett kis ablakocska, de látjátok a lényeget. Szóval ezt akárhova be tudjuk tenni, és így tudjuk állítani, hát igen, most ez így elég kicsi, tehát nincs túl nagy helyünk. Szóval ezeket a füleket így akárhova testre szabhatóan el tudjuk helyezni. Elég kicsi lett most ez az ablakom itt nekem. Szóval ezeket tudjuk így rakosgatni, be tudjuk zárni, később újra meg tudjuk nyitni. Mi az, ami még ide tartozik? Hát mondjuk a beállítások, amit itt az editben tudunk elérni. Fülenként ki tudjuk választani, de igazából, ha megnyitjuk az elsőt, akkor itt belül is tudunk lépegetni, hogy mit szeretnénk állítani. Alapbeállításoknál szerintem a legjobb, ha mindent úgy hagytok, ahogy van. Hát nem lesz szükség nagyon itt állítgatni semmit, csak speciális esetben. Úgyhogy, és van itt elég sok haszontalan dolog is, mint például ez, hogy berakhatjuk fehérre mondjuk, vagy nagyon sötétre. De hát az ablakot állíthatjuk kinek, hogy tetszik. Hát én defaulton hagyom. Itt az audióval kapcsolatosan lehet beállítani a dolgokat, audio hardware-t lehet beállítani, felvétellel kapcsolatos dolgokat. Hát látjátok, elég sok mindent. Itt ez mondjuk az egyik fontosabb dolog, amire szükség lehet ennél a médiánál. Itt, ahol a cache-t fogja készíteni különböző projektek közben, az önmagától nem törlődik ki, és egy idő után elég nagy helyet el tud foglalni. Elég sok videót, hogyha editálunk, akkor elképzelhető, hogy mit tudom én, a századik videó után akár több giga vagy több 10 giga helyet is elfoglal, és akkor egy clean-re kattintva ezt ki tudjuk üríteni. Tehát ezt időnként célszerű megtenni. Illetve ami még itten lényeges, hogy a memóriánál megadhatjuk azt, hogy nem azt, hogy a programnak hogy mennyi memória legyen, hanem a különböző alkalmazásokra mennyi jusson. Hát ebben az esetben 5 giga van megadva másnak, de hát 10 gigát, 11 gigát fel tud használni a Premiere Pro használat közben. Itt pedig beállíthatjuk, hogy mire legyen optimalizálva a renderelés, teljesítményre, vagy pedig memóriára. Szerintem teljesítményen kell, hogy legyen. Memóriára teszem, akkor valószínűleg kevesebb memóriát fog használni, több ideig tart, vagy nem tudom. Nem próbáltam még. Többi beállítás lényegtelen igazából, szóval az sem egy olyan nagy valami. Itt a projektbe tudunk belebabrálni, ha szükség van rá. Mondjuk kikapcsolhatjuk a GPU-s gyorsítást, vagy valamit. De hát az is egy olyan dolog, amire nem valószínű, hogy szükség lesz. Ez már editáláshoz tartozik, különböző képeknek a hozzáadása, de hát ezzel most nem foglalkoznék, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyjából így el is érkeztünk így ennek a videónak a végéhez, ami így tényleg nagyon az alapokról szól, de hát alapból, hogy hogyan is néz ki a program, és mihol található meg, és miért. Hát ezt bővebben nem nagyon tudom kifejteni. Szerintem így körülbelül mindent elmondtam annak érdekében, hogy senkinek ne legyen problémája későbbiekben, hogy valamit nem tudna, vagy valami nem lenne jó neki, valamit nem tudna visszahozni, mert volt olyan kérdés régebben, hogy valaki itten kikapcsolt egy historyt, és akkor ezt most hogyan hozza vissza, ezeket az ilyeneket megmutattam. De hát nem nagyon lehet itt elrontani semmit, mindent vissza lehet csinálni. Úgyhogy itt többnyire így elmondtam szerintem mindent. Itt a fájlnál tudunk beimportálni dolgokat, itt tudjuk majd renderelni az exportba, menteni esetlegesen a projektünket, bezárni a projektet,
új projektet, sequence-t létrehozni, de hát alapvető dolgok, viszont ezekről bővebben majd később lesz szó, másik tutoriál alkalmával. Hogy milyen gyakorisággal lesznek ezek a tutoriálok, azt nem tudom, de mindenképpen legalább heti egyről lesz szó, és szépen sorjába. Nem feltétlenül sorrendben, de hát nincs tankönyvem, mondjuk, ami alapján mehetnénk, hanem miután átmentünk néhány alapvető dolgon, azután teljesen véletlenszerűen, ami épp eszembe jutott, csinálok róla, bemutatom a különböző dolgokat, vágási trükköket, effekteket, különböző eszközök használatát, de hát sorban majd mindent. Úgyhogy ez volt akkor itt a full kezdőknek videó. Ha van esetleg kérdés, ha valami kimaradt volna, azt a videó alatt kommentben tegyétek meg, és igyekszem rá válaszolni. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, sziasztok!